Bár Nyers Rezső, Horn Gyula, Szűrös Mátyás és Pozsgai Imre az MSZP színeiben tartotta mai sajtótájékoztatóját, a kérdések egy része mégis a kormány tagjainak szólt a romániai események kapcsán. A várható választási eredményeket illetően mind a négyen optimisták. Az elsők között lesznek, hangoztatták. Minimum 10-11, de lehet, hogy 18%-os lesz választási győzelmük, mert a megfélemlítés a szavazófülkékben már nem hat, mondta Horn Gyula. Nyers Rezső azt hangoztatta, már a múltban is a jövő kísértett, most is a jövő kísért bennünket. Pozsgai Imre szerint a választások során a többi párt részéről antikommunista kampány kísérte munkájukat. A választások után koalícióra törekednek, mondották, de adott esetben nem tartják kizártnak az alkotmányos ellenzékiség szerepkörét sem. A személyes ambícióikra vonatkozó kérdése Pozsgai Imre azt válaszolta, egyenlőre országgyűlési képviselő szeretne lenni, és nem foglalkozik avval a gondolattal, hogy megváljon pártjától egy kormányfunkcióért. A sajtótájékoztató után pedig lazítsanak, ajánlották a választási gálaműsor szervezői, akik interjúkkal megtűzelt népi tánc, lézer és operett bemutatóval szórakoztatták a nagy érdeműt.